Mondd el a Pionizónak, mert a... Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit. Izsapon jártunk a kis foci nagyszív sorozatban, a felvidéki legendák 40 plusz csapata. Az most mindegy, hogy mennyi volt az eredmény, azt a krónikák majd beírják, nem erről szólt a mai mérkőzés. Először is köszönjük szépen Kosár Pistának, Istvánnak, mondhatom így, aki 2002-ben fölélesztette az izsapi klubot, mert ugye 1972-től 99-ig működött, aztán 3 évig nem működött. Megérte ezt a 20 évet, Pista, és ez a mai meccs talán egy kicsúcsosodása volt ennek a 20 meccsnek, hogyha 20 évnek, hogyha hazabeszéletek egy kicsit, hogy érezted magad? Hát igen, a bizony túlzás, amit mondtál, azért nem úgy volt, hogy felélesztettem, mert azért nagyon sok mindenki ebben részt vett, felélesztettük, és ahogy egy szerepem volt benne, ilyen funkcióhoz jutottam akkor 2002-ben valami, megmondom őszintén, ez így történt, hogy leggyöngébb futballista voltam a csapatban, én lettem elnök, úgyhogy edző, nem? És aztán rajtam is ragadt a dolog, úgyhogy én szerintem biztos, hogy megértem, nagyon sok mindent elértünk, nagyon sok mindent megcsináltunk a pályán. Ahhoz képest sajnálom, hogy nincsenek felvételek arról, hogy akkor itt minden hogyan nézett ki, és elmondhatom azt, hogy szponzorok is önerőből csináltunk meg mindent, úgyhogy én szerintem sikeres 20 év volt. Na, úgyhogy szerintem azért ne legyen ennyire szerény, mert mondjuk a Pajor Karcsi se rúgta volna be, meg a Tóka Karcsi se jobban azt a 11-est. Melyik az idősebb? Kivel kezdjük? Karcsi, igen. Karcsi, ugye te inkább a 1990-es évekre emlékszel vissza. Mi volt az izsapi focinak a csúcspontja szerinted? Én arra időre nem emlékszem, még akkor csak születtem, úgyhogy nagyon fiatal srác vagyok. Nem, én később csatlakoztam a csapathoz, én a 2002 kezdődött ugye augusztusban, és a szeptember körül csatlakoztam a csapathoz. Azt utána kezdtek szerepek jutni nekem is, úgyhogy ott a Karec volt a első úttörő igazából, aki még a régi menedzsmentben is részt vett. Na, ha már itt vagy, akkor majd mindjárt Karec is jön, de mi volt szerinted a csúcsidőszak az izsapi fociban? Abban a 15-20 évben, amiben benne voltál. Ebben 20 évben tulajdonképpen benne voltam, nyakig ugye azt lehet mondani. Hát az a megszenvedett két feljutás, amikor ugye izsap sajnos bajnok csapatként nem jutott föl, hanem mindig második helyzetként, de hát voltak ott egyéb más tényezők, de ezt egy ilyen ünneplős napon hagyjuk. De ez a csapat megérdemelte akkori keret, akik itt fociztak és csinálták, hogy ez a csapat följebb és följebb jusson. És most megvetettük a lábunkot ebbe a úgymond első osztály, ugye a mostani ligáknak átnevezett formájába, de mi még mindig működünk, még mindig akarunk, és még mindig folytatni fogjuk. Tehát azért mondom, nálunk ez az a jó, hogy van egy jó kollektíva, ezt kell összetartani. Na most én nem akarok egy a meccsnek a részleteibe belemenni, de Antal a Pistán kívül itt a 4 ember áll a kamera előtt, és valaki nem rúgott gólt. Vagy rúgott mindenki? Fejelt. Na, azért mondom, ez a fejelt egy gólt, úgyhogy majd benne lesz a Frankó TV-n hétfőn, ha minden igaz, vagy már lehet, hogy holnap este. Hogy érezted magad, Ruszki, ha mondhatom ezt? Há, így, mint orosz idegen légió, és nagyon tetszett a mérkőzés, úgyhogy örülök, hogy gólt fejeltem. Látni fogja, gondolom, a magyar lakterületeken ezt a fejesemet, úgyhogy már látom a Frankó TV-nek a fölvételeit, úgyhogy nagyon örülök. Úgyhogy. Hát igen, ott nem tudom, hogy a kollégám, az operatőr kollégám, hogy bevette szubjektíven az objektívba az eredményjelzőt, mert a 18-15 volt a végeredmény. Nem tudom, mennyi volt a végeredmény, nem számoltuk. Minden esetre nem erről szólt az egész. Milyen érzés volt mondjuk Pinte Attila és többi srác ellen focizni? Elnézést, hogy ennyi gólt lőttünk, de talán ezzel megtiszteltük az ellenfelet, hogy komolyan vettük. Pista? Hát igen, mindenképp, mert mondtam neked, hogy azért nem erre számoltunk, erre a öreg fiúk csapatra, azért egy profi csapatod van, akikben tényleg komoly aktív focisták játsznak. Mink, megmondom őszintén, nálunk talán egy aktív, talán kettő, úgy mondhatnám, aki volt a csapatban, aki aktívan még focizik, mert próbáltuk összeszedni azokat, akik tényleg régen itt voltak, meg régen fociztak. Sokan nem jöttek el, de tényleg elején próbálta a Karcsi is komolyan venni a dolgokat, de aztán rájött arra, hogy ezt nem lehet komolyan venni, ez a sportról, a fociról, a szórakozásról szól. Úgyhogy én szerintem nagy élmény volt a futball. Igen, és ugye hát egy szomorú aktualitása is volt, ugye a Törőcsik Andristól is búcsúzhattunk. Talán beleszólt a meccsbe, mert a 9-es számú mezben a Motyó a 9. percben lőtte az első gólt. Ti hogy emlékeztek a Törőcsikre? Kezdem a legidősebbe, aki mondjuk 63-nak néz ki, de még csak 59, Karcsi. Így most már nem nyilatkozom. Köszönöm szépen a megszólítást.
Nem, mindegy, hogy hány éves, de emlékszel a töröcsikre. Jobban, mint... Megmondom őszintén, nem emlékszek rá. Nem követtem a magyar focit abban az időben, még úgy... Nem. Nem azért, mert fradista vagy. Nem, én vasas vagyok. Én telibe vasas. Amiőtt emlékszek, én mindig is vasas drukker voltam, úgyhogy... Én nem, megmondom őszintén, nem emlékszek rá úgy. Aha, értem. A neve mond nekem valamit a válogatottba, de én inkább fradista, úgyhogy inkább... Tudom, hogy a nyilasi korszak, tehát a nyilasi, törőcsik, garaba, ezek a nevek, Mészáros, de törőcsiket tudom, hogy kiről van szó, Újpest, és egy jó focista volt, de úgyhogy többet nem tudom. Ha értem, akkor házi feladat, akkor üssétek be mondjuk a 78-as, meg a 82-es világbajnokságot, hogy más nem mondjak. Azért 78-ban még csak 6 éves voltam, azért na, valami mentség. Hát én meg csak 5, de azért meg lehet nézni, tehát archívban is, igen. Pista? Hát igen, nekem is ezt kell mondanom, hogy én se követtem ezt a, nem vagyok annyira régi foci hívő, tehát nem archívumokat nem igen szokom bújni. A neve igen, sokat mond, meg hallottam róla, de megmaradtam ennyinél, úgyhogy nem tudok igen hozzászólni a dologhoz. Na jó, akkor majd elküldöm nektek a YouTube linkeket, hogy azért nézzük meg. Törőcsik András mindig velünk marad, és az izsapi foci is. Hát mi kell ahhoz, szerintetek, hogy még legalább 20 éve legyen a izsapi focinak, azon kívül gyerekek persze? Nagyon komoly vérátömlesztés. Szerintem, mert ugye azért ez a gárda, mi valamikor 9-en voltunk, meg 11-en voltunk a vezetőségben, most már csak 3-an gyűrjük, tehát ez terve is van, hogy felújítjuk, kibővítjük a fiatalokkal a vezetőséget, és ezt valamilyen szinten tovább kell adni nekik ezt a elszántságot. Ha lesz ilyen személy, aki komolyan gondolja, és rengeteg időt, energiát beleáll, az akkor fog menni, ha nem, akkor rövid időn belül ennek vége lesz. Hát ugye itt a gyerekek szóba kerültek, akkor Kossár Pista nagyon aktív, most van egy kicsi fia is, úgyhogy biztos focista lesz belőle, de hát ez az alap, nem? Legyenek srácok, gyerekek, akik focizzanak. Igen, ez az alap, és ezt tudjuk, hogy ez nincs. Ezt a problémát nem is tudjuk megoldani, és a nagyobb klubok elszipolyozzák a gyerekeket, tehát jobb feltételek vannak, tehát nagyon nehéz ilyen szinten valamilyen ifjúsági csapatot kialakítani, úgyhogy én szerintem nem is lesz ifjúsági csapat már itt Izsapon. De azért még lesz foci. Mondjuk, ha a Ruszki 70 éves korában abba adja, akkor a Pajor Karcsi meg 75. Úgy, ehhez mindenképp 20 év egészséget kívánok a vezetőségünknek, ennek a három szűkös vezetőségnek, úgyhogy akkor lesz meg foci biztos. Hát köszönjük szépen, és ilyen lelkesedést, és hát remélem, hogy még majd találkozunk, és tudunk játszani egy visszavágót is barátságban is. Nagy szívvel. Ez volt a kis foci nagy szív, Izsapról Pajor Károly, Kossár István és Dóka Karcsi. Köszönjük a figyelmet. És köszönjük. Köszönjük.